A reménykedő gondolkodás nagyszerű, de ez csak álmodozás. A dolgok nem lesznek jobbak addig, amíg mi magunk nem változtatunk rajtuk. Ez a videó a változásról szól. Valakinek néhány tízezer forint plusz jövedelem jelenti a változást. Másoknak egy csillogó sportautó. Valakinek egy új ház. Megint másoknak pedig az, ha saját kezükbe vehetik életük irányítását, ha saját maguk oszthatják be idejüket, ha azzal foglalkozhatnak, amit szeretnek csinálni. De hogyan? Menjenek vissza az iskolába? Dolgozzanak másod vagy harmadállásban? Kereskedjenek a tőzsdén? Alapítsanak saját céget? Nézzük meg a lehetőségeket. Első lehetőség a tőzsde. Itt vagy nagyon sokat nyersz, vagy mindent elveszítesz. Sokan itt csinálták meg a szerencséjüket, de veszítettek is el mindent. Nap mint nap emberek milliói választják a tőzsdét, de ne feledkezz meg a tőzsde legfontosabb szabályáról. Ne fektess be többet, mint amennyit megengedhetsz, hogy elveszít. Második lehetőség, vissza az iskolába. Emberek ezrei választják az újabb szakma és diploma megszerzését annak reményében, hogy megváltoztassák életüket. De ez nem olcsó, és utána senki sem garantálja, hogy el is tudsz helyezkedni. És nem is mindig kivitelezhető. A valóság az, hogy a legtöbb ember már így is túl elfoglalt ahhoz, hogy visszaüljön az iskolapadba. Harmadik lehetőség, túlórázás. Nagyszerű ötlet, de tényleg jó megoldás. Ha heti 80 órát dolgoznál a munkahelyeden, annyival többet is kapnál a főnököttől. Ha meg tudnád háromszorozni a hatékonyságodat, háromszor annyi lenne a fizetésed. És mi ennek az ára? Még többet töltesz távol a családodtól, hobbittól. Negyedik lehetőség, saját üzlet nyitása. A statisztikák azt mutatják, hogy a 25 és 44 év közötti korosztály 96%-a szeretne saját üzletet. Ez az új álom, hogy legyél saját magad főnöke. Magadnak oszd be az idődet, azzal foglalkozz, amit szeretsz csinálni. Szabadság, de milyen áron? A legtöbb ember, amikor saját üzletre gondol, egy szó jut az eszébe. A franchise, a biztos terv. De sajnos manapság a franchise 1 millió és 200 millió forint közötti befektetés. Az átlagos franchise nem az átlagember lehetősége. És természetesen szükséged van alkalmazottakra, könyvelőkre, biztosításra. Végül heti 7 napban dolgozol, reggel kinyitod az ajtót, és este bezárod. Egy másik lehetőség az alvállalkozó vagy szabadúszó. Az a szabadság, hogy azt a munkát vállald el, amit akarsz, és akkor, amikor akarod. De a piac, a megállapodások és a szervezések terhe mind a válladon van. Saját üzletet vagy boltot nyithatsz, de akkor is a te feladatod a bérleti díj, a reklámozás és a biztosítások. Mi lenne, ha összeházasítanánk a franchise biztos sikerét és a szabadúszó szabadságát? A rezsi, a magas befektetés és az alkalmazottak nélkül. Ez a rendszer nem más, mint a multilevel marketing. Miért választották már annyian ezt a hagyományos marketingtől eltérő újfajta kereskedelmi módot? A válasz egyszerű. Ennek az új kereskedelmi formának a neve hálózatépítés. Ez az üzlet személyes ajánlással terjed. Kis és nagy cégek egyaránt rájöttek arra, hogy termékük piacra dobásának leghatékonyabb módja a személyes ajánlás. És most ezért hajlandók neked fizetni is. Itt jössz te a képbe. Mint egy virtuális franchise tulajdonos terjesztheted a meglévő cégek termékeit vagy szolgáltatásait személyes ajánlással, és jutalékot kaphatsz a munkádért. Ahelyett, hogy milliókat költenének reklámra, szállításra, raktározásra, alkalmazottakra, ezek a cégek a reklámköltségeiket a partnereiknek fizetik ki. Olyanoknak, mint te. Ez az értékesítési forma már 60 éve létezik, és a világon 64 millió ember tevékenykedik független forgalmazóként. Évente 100 milliárd dollár termelnek világszerte. Évente 100 milliárd dollárt hoznak létre családanyák, diákok, nyugdíjasok, üzletemberek. Mindez a hagyományos üzlet fejfájása nélkül. Nincsenek alkalmazottak, fizetési csekkek, fenntartási költség. Ez valami olyan, amit szabadidődben csinálhatsz és otthon. Ezt az üzletet a legtöbb ember valójában meglévő munka, hobbi, család és gyerekek mellett végzi. A világ minden pontján arra jöttek rá az emberek, hogy ez a legjobb befektetés anyagi helyzetük megváltoztatásához. Emberek százezrei választják ezt karrierjüknek. Gondold végig! Nincs munkahely, nincs korai nyugdíjazás, nincs munkanélküliség. Ez az üzlet a teljesítmény után fizet. Minél többet teszel bele, annál többet veszel ki belőle. A legszebb a dologban, hogy megsokszorozhatod az idődet. Ez nem azt jelenti, hogy keményebben kell dolgoznod, hanem azt, hogy okosabban. Mivel te egy virtuális franchise tulajdonos vagy, találhatsz olyan üzlettársakat is, akik olyanok, mint te. Maguk is saját üzletet akarnak, saját eladásaik arányában szeretnének kifizetést. Itt nem számít, honnan jöttél, milyen iskolába jártál. Csak egy dolog számít, határozd el, hogy változtatni akarsz. Ha elégedett vagy azzal az autóval, amit vezetsz, azzal a karrierrel, amit most csinálsz,
és azzal az idővel, amit a pároddal, gyerekeiddel és hobbiddal tudsz tölteni, akkor ez most talán nem neked szól. De ha nem ugyanott tartasz, ahol az új évezredben szeretnél, nem abban a házban laksz, amelyikben szeretnél, nem tudsz annyi időt tölteni a szeretteiddel, amennyit szeretnél, akkor lehet, hogy ez neked szól. Emlékezz! Anyagilag a nyugdíjba vonulóknak kevesebb, mint 1%-a független. Csak 4%-uk megy nyugdíjba kényelmesen. Megdöbbentő, hogy a nyugdíjba vonulók 95%-a a létminimum alatt él. Ne higgy a mesékben! Az a személy, akitől ezt a DVD-t kaptad, egy olyan céggel áll kapcsolatban, amelyben bízik, és azért mutatta meg neked, mert érdekli a te véleményed.